Iskola után napi 4-5 óra hosszát, akkor rógattam. Szombat vasárnap meg reggeltől estig. Egész nap csak a foci, csak a foci. Ugye állami gondozottként nevelőszülőknél voltam hordóhatházon, és ők is roma számozásúak. Hogy az édesanyám, meg az édesapám ugye meghaltak sajnos egy pár éve, de én még egyszer se találkoztam velük. Az igazi anyám az egy ilyen utcai nő volt. De ugye amikor egyszer láttuk az iskolából, néztük egy ilyen filmet, és abból láttuk egy ilyen nagy felhőkarcolót, illetve láttunk olyan fiúkat, akik a fociból úgy mutatványoztak, és nekem ez annyira megtetszett, hogy ez szavakkal nem lehet elmondani. Egyszerűen lenyűgözött engem, mert egyszerűen elkápráztatott minden. Hogy én elhatároztam, hogy onnantól kezdve csak is a foci lesz át az életem. Ugye iskola után ugye nem mentem a haverokkal ugye csavarogni, hanem ősz szépen eljártam egy üres placra, és akkor ott elkezdtem a focival ugye tanulgatni, takarogatni. Tizenegy percig ugye a plakon van a homlokomon, azon a foci, és közben egyensúlyozom. Imádkoztam a PC-be, hogy az Isten adjék erőt, kitartást, kétem tőle, és egyszerűen ment, lenyomtam. Hálát adok a jó Istennek, attól még, hogy én hiperaktív vagyok, cukros vagyok, meg haszmás vagyok. Attól még a jó Isten megáldott engem, mert ez nagyon nagy tehetséggel, és ez a tehetség, ez a foci. Találkozásunk alkalmával már kialakult egy ilyen közvetlenebb kapcsolat. Odegába ugye Tibor úrra megismerkedtem, ő volt hát az egyetlen illető, aki a szavát tartotta, és még a mai napig is tartja. Ahhoz a sport mennyiséghez, mozgáshoz, kalória égetéshez úgy gondoltam, hogy nagy segítséget nyújt Gyulának az, hogyha hozzánk betér akár minden nap. Érzem és azt gondolom, hogy ő az állhatatosságnak a példaképe, pontosan az az ember, aki erős célokat tűzött ki, és mai értékrendben, az én értékítéletemben én azt szeretném, hogyha sok olyan ember létezne, aki állhatatos, akinek erős céljai vannak, és kitartó abban, hogy ezt elérje. Az, hogy ugye bebizonyítsam ugye a világnak, ugye, hogy attól még, hogy valaki ugye roma számozású és hátrányos helyzetű, nem muszáj lopni, nem muszáj bűnözni, hanem igenis lehet kiút, hát a sportban van kiút. És én azt mondom mindenkinek, hogy mindegy, hogy
mennyi idős vagy, honnan jöttél, te milyen vallású vagy, milyen a bőrös színe, hogyha vannak álmaid, céljaid, azért csak is neked kell tenni. És ha valaki azt mondja, hogy ő nem vagy rá képes, annak az embernek ne higgyék. László Gyula vagyok, freestyle focista.